A nyár sok egyéb mellett a rovarrajzás időszaka is. Ilyenkor jóval gyakoribb a darázs-ember kapcsolat, mint az év bármely szakában. Ebben a nyári időszakban rajzanak a rovarok, és hát leginkább a darazsak, méhek, amik veszélyeztetik a lakosságot, és hát közismertek a igen súlyos allergiás reakciók, az ezzel kapcsolatos oltás, öninjekció lehetőségét is biztos sokan hallották, de nem tudom, azt ismerik-e sokan, hogy akik nem allergiásak ezekre a rovarcsípésekre, előfordulhat azért, hogy a későbbiekben kialakul egy allergia, mert az allergia az egy olyan betegség, ami az allergénnel, az allergiát kiváltó anyaggal való újabb és újabb találkozások kapcsán egyre jobban fokozódik, és hát akár egy ilyen nagyon súlyos anafilaxiás sokk képét is mutathatja. A méhek csípésére allergiások számára már léteznek védőoltások, ám azt senki sem tudhatja biztosan, hogy allergiás-e. Ez ugyanis bármikor, egyik napról a másikra is kialakulhat. A rovar csípésre allergiások száma így pontosan nem is meghatározható. Legtöbb esetben egy darázs méhecske csípés néhány nap alatt magától szinte meggyógyul, kis borogatás, kenőcsök, hűsítő kenőcsök felírása szokott segíteni. Jellemző, hogy hosszú ideig azért igen jelentős duzzanatok kialakulnak. Ez nem föltétlenül jelent még egy allergiát, csak hát ez a méreg anyag, ez úgy lassan szívódik föl a szervezetből. De ha valaki azt veszi észre, hogy a testén úgy egyre több ilyen, akár ilyen csalánkiütésszerű elváltozás jelenik meg, netán kezd duzzadni ajka, szeme, netán belül a torokban is észreveszi, és hát a légzése is nehezebbé válik. Ilyen esetben azonnal akár mentőt hívni, orvoshoz fordulni, mert ez egy akár a légutak elzáródásával járó nagyon súlyos szövődmény lehet, illetve hát az anafilaxiás soknak a kialakulása is. Tehát érdemes inkább egy kicsit hamarabb is akár orvoshoz fordulni, még mielőtt a legfenyegetőbb tünetek kialakulnak, mert egy kis idő eltelik és felmérhető, hogy lehet-e súlyosabb szövődmény. A szélsőséges esetben ez a hazai lakosság pár 10 000-ét érintheti. Azonnal jelentkeznek az allergiás tünetek, eszméletvesztés, a keringés összeomlása. Gyakrabban fordulhat elő, hogy nem csak a csípés helyén, hanem a test többi részén is csalánkiütésszerű bőr elváltozások jelennek meg. Ha a szem és a száj is megduzzad a csípést követően, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni, vagy hívni a mentőket. A szerencsésebbek megússzák a darázs csípést néhány napig tartó kellemetlen, égető érzéssel járó fájdalommal.